Szép napot mindenkinek, ez a Kocka Disputa, ő pedig itt az a film, amiről végre spoileresen fogunk beszélgetni. Szóval, ha nem láttad még a végjátékot, akkor most kattints el, mert különben hamar olyan dolgokat tudhatsz meg, mint hogy a film végén kiderül, Tony Stark a vasember. Megnéztem másodszor is a filmet, átnyálasztom az internetet, konzultáltam a hozzáértő barátaimmal, szóval Endgame spoileres disputa, yay! Kezdjük talán azokkal a dolgokkal, amit az előző kritikámban hiányoltam vagy kifogásoltam. Ilyen volt, hogy a film első harmada egy picit lassúnak tűnt, ez második nézésre is pontosan ugyanígy volt. Túl hosszúnak éreztem a jeleneteket, és az akkor is igaz, ha most már láttam olyan összekapcsolódásokat, amik korábban nem tűntek föl, például az, hogy Amerika kapitány is egy kvázi önsegítő csoportot vezetett, mint korábban ugye Sam a veteránoknak. Ennek pedig a film vége szempontjából azért van valamiféle jelentősége. Mint hogy annak is, hogy a fekete özvegyet mennyire megviselték az események, és talán ez vezetett ahhoz a döntéshez, hogy ő áldozza fel magát. Akárhogy is, mivel tudtam, hogy ezek a képsorok csak megkerülhetetlen felvezetései az igazi akciónak és cselekménynek, azt vártam, hogy legyünk már túl rajtuk. Illetve még egy dolog, ami most feltűnt nekem az elejéhez kapcsolódóan, Marvel kapitány honnan tudta, hogy Tonyt hol kell keresni? Honnan tudta, hogy egyáltalán keresni kell? Mikor visszaviszi a hajót, nem úgy tűnik, hogy a többiek régi ismerősként üdvözlik, akinek korábban instrukciókat vagy információkat adtak volna. Aztán ott volt még az időutazás. Igen, az időutazás, ami felrúgta az eddigi mozi és filmes sorozatos szabályokat. Meg hogy mondjam, hogy erről olvastam a legtöbbet, érvelések pro, kontra, miért oké, miért nem oké, mi történik, mi lesz ezzel, mi lesz azzal, stb. És a jó hír az, hogy a legtöbb kérdésre azért választ kapunk, egyetlen dolog volt csak, amit nem nagyon tud feloldani, és ez is szintén a filmből következik. Mert ez valami olyasmi, amit az előző videó alatti egyik komment alapján nem mindenki ért. Szóval nem az a baj, hogy egy film nem realista a mi világunkhoz képest, hanem hogy a saját világa szabályait betartja, vagy nem. Na most, amikor Bruce Banner elmegy az időkőért, ugye konzultál az Ancient One-nal, Tilda Swinton-nal, aki elmondja neki, hogy abban a pillanatban, hogy a kő kikerül a saját idősíkjából, az idő kettő felé szakad. És ez eddig teljesen rendben van, hiszen korábban Bruce is pontosan így magyarázta, hogy miért nem tudjuk megváltoztatni a múltat. Teljesen mindegy, hogy mit csinálunk a múlttal, az ugyanúgy fog menni a saját idővonalán tovább. Ennek alapján pedig teljesen mindegy, hogy Amerika kapitány visszamegy az időben a film végén, és az Infinity Stone-okat a helyükre teszi, hiszen azok nem változtatnak már semmi. Visszaviheti őket, de ez ugyanolyan hatástalan, mint megölni a baby Thanos-t, amit szintén kifejtenek a filmben. Szóval ja, azok az idősíkok elég sok szenvedésre vannak így ítélve. Sad story bro. De amúgy, ha ez nem is lenne így, tehát tételezzük fel, hogy ez a szabály nem létezik, visszaviheti a köveket, és minden rendben lesz. A helyzet az, hogy ugyanebben a filmvégi jelenetben, amikor Amerika kapitány visszautazik, hogy visszahelyezze a köveket a helyükre, akkor látjuk, hogy pár másodperc a mi idősíkunkban évtizedeknek felel meg abban az idősíkban, amiben visszautazik. Ezzel persze már korábban is szembesülünk a filmben, konkrétan a legelején, amikor a hangja elmondja, hogy neki 5 óra volt, amit a többiek 5 évnek érzékeltek. Na most ez alapján, miután elveszik a végtelen köveket az eredeti idősíkjukból, hogy visszahozzák őket a jelenbe, megvívják a csatát, a filmvégi nagy csatát, ami fél óráig tart körülbelül, az alsó hangon több ezer év a saját idősíkjukban. Méghozzá több ezer olyan év, ahol nem léteznek a végtelen kövek, tehát például Dr. Strange nem tud megharcolni Dormammuval, mert nemhogy 5 év múlva nem lesz nála az a kő, hanem még irgalmatlanul hosszú ideig. Aztán persze sok egyéb kérdés is van még, mint hogy akkor most mi lett Lokival, hogy két Amerika kapitány létezik-e egy idősíkban azzal, hogy a kapitány hosszú évekre visszament, de ezekre a kérdésekre mindig van valamiféle magyarázat. Szerintem a lényeg az, hogy egy idő után el kell engedni ezeket a dolgokat, igen, a film e tekintetben néha-néha bukdácsol egy picit. Ennél azonban számomra sokkal zavaróbb volt az, amit Hulkkal és Thorral csináltak. Thor lényegében le lett butítva egy comic relief karakterré. Egyébként ez nem is lett volna akkora probléma, ha ezt az egész setupot egy korábbi Thor filmben csinálják meg, nem pedig itt, az utolsó nagy harcban, ahol együtt van mindenki, az abszolút gonosszal szemben. Szerintem egy kicsit röhelyes lett a figura, a komolyabb jeleneteit se tudtam annyira komolyan venni, és tudom, hogy valakinek jól estek az ebből fakadó nevetések a film alatt, de összességében szerintem nem volt igazán jó döntés. Amit viszont abszolút nem értek, hogy a Hulkon miért csinálták ezt, eddig annyira egyedi volt, most pedig lebutult egy okos, meg erős karakterré. Mindeddig nagyon izgalmas volt ez a Jekyll és Hyde-szerű karakter, és nagyon vártam, hogy összecsapjon újra Thanos-szal. Ugye a végtelen háborúban a Hulk kvázi megijedt vagy félt, miután Thanos jól elpáholta, és most azt vártam, hogy végre lesz alkalma revansot venni, de legalábbis egy jófajta zúzásra számítottam. Úgyhogy a kevés érdekes karakter és kihagyott lehetőség szerintem. Ami viszont működött, és akkor térjünk rá a pozitívakra, az Vasember. Az ő íve az elejétől a végéig zseniális volt. A viselkedése, miután visszatért,
viselkedett, az arroganciája, a kétkedése, aztán a családjával, ahogy a lányával viselkedett, a diskurzus annyira jó volt, annyira hiteles volt. Aztán amikor visszamegy a múltba, és az apja elmondja, hogy reméli, hogy nem lesz olyan a gyereke, mint ő maga, mert ő maga olyan ember, aki a saját érdekeit többnyire a köz érdekei elé helyezi, és tanul, hogy visszanéz rá, aztán egy óra múlva ugye feláldozza magát a film végén mindenkiért, 10/10. És ahogy mondtam, én minden fanservice momentumot nagyon élveztem, az I Am Iron Man-től kezdve, az Avengers Assembly-ig mindent. És ha már ezeknél a mondatoknál tartunk, meg kell jegyezzem, hogy magyarul sokkal bénábban hangoztak, második nézésre magyar szinkronnal néztem meg a filmet, és elég gyatra volt. Érdekes viszont, hogy nem a szinkronhangok miatt, igazság szerint egy-két szinkronhang még jobb is volt, mint az eredeti legnagyobb meglepetésemre, hanem a fordítás vége. Nagyon sok hiba volt a fordításban, de nem súlyos melléfordítások, hanem olyanok, amiket picit elvettek az eredeti mondat jelentés tartalmából. Az I am inevitable nem azt jelenti, hogy én vagyok a végzetetek, mint ahogy a whatever it takes sem azt jelenti, hogy bármi lesz is. Az I am inevitable nem arról szól, hogy Thanos a végzet, a gonosz, aki nem tudom, arról szól, hogy elkerülhetetlen, kikerülhetetlen, megmásíthatatlan, ami történt. És ettől van igazán súlya az egész missziónak, az egész filmnek, ettől van érzelmi mélysége, arról nem beszélve, hogy sokkal kevésbé hangzik klisésen. Visszatérve a fanservicehez, azt hiszem a kedvenc jeleneteim Amerika kapitánnyal voltak, hát a liftes jelenet, az maga a gyönyör. Imádtam az ilyen visszautalásokat a korábbi filmekre, és maga az időutazás is így adott egyfajta keretet az egész MCU-nak, így tudtunk visszatekinteni mindarra, amit felépítettek ez alatt a 11 év alatt. És amíg tudnátok, hogy a képregényekben a Hail Hydrázó kapitány nem csak színjáték, hát, ja, szóval ne olvassátok el a Secret Empire issue-kat. Aztán nekem a csúcspont az volt, amikor felkaptam Mjölnirt, és elkezdett aprítani és villámokat szórni, a hideg kirázott tőle. Így másodjára jobban elkapott Tony halála is, érzelmileg jobban megmozgatott. Első nézésre azt hiszem, hogy picit azzal voltam elfoglalva, hogy ennyi, tényleg csak ő. Mert nagyon sokakat ez megdöbbentett ez a halál, de aki egy picit is követi azt, hogy mi történik az MCU-val, a színészekkel, szerződésekkel, stb. Hát minimum sejthető volt, hogy ő meg fog halni. És én azt vártam igazság szerint, hogy még legalább 2-3 fontos karakter el fog menni. Igen, Scarlett Johansson, fekete özvegy karaktere szintén meghalt, de ennél egy picit többre számítottam. Viszont most másodjára el tudtam ezt engedni, és hagytam, hogy átjárjon a jelenet atmoszférája, ahogy végigmegy a kamera egyénként mindenkin, aki fontos volt ebben a 11 évben, és akiknek szintén Tony fontos volt. Ez nagyon-nagyon erős jelenet. Közben megint arra gondoltam, hogy Istenem, hány órányi szórakozást köszönhetek ezeknek az embereknek. Aztán jött ugye a kapitány jelenete és az ő lezárása, ami megint egy picit fura volt nekem, nem tudtam hova tenni, hogy Bucky azt mondja Samnek, hogy nyugodtan menjél oda, hát ez elég karakteridegen. Ha valakiknek erős a barátsága az eddigi filmek alapján, akkor azok ők ketten, szóval szerintem mi nézők reálisan vártuk azt, hogy Bucky körülbelül azonnal oda rohanjon. Azt még csak el tudtam helyezni, hogy a kapitány azt akarja, hogy Sam legyen az utódja, hiszen Bucky mégiscsak egy ellenséges hatalmat szolgált, amerikai civileket ölt, stb. De ez a nem odamenős dolog, ez nem volt az igazi szerintem. Azért annak mindenképpen örültem, hogy a kapitány végül megkapta a táncát Peggyvel, és jutott neki jó pár év békés boldogság is a sok-sok harc és háború után. Összességében másodjára is nagyon hasonló érzéseim voltak, mint az első nézésre. Ez egy nagyon erős film, voltak ugyan karakteridegen döntések és apróbb hibák, de méltó befejezése volt az eddigi Marvel filmeknek. Nagyon szórakoztató tudott lenni, és voltak erős érzelmi mélységei is. Úgyhogy abszolút elégedetten távoztam másodjára is. Ennyi lett volna a mai bosszúállók, spoileres kibeszélő disputa. Ha tetszett a videó, akkor kérlek kedvétek és iratkozzatok fel a csatornára. Én köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!